felállt az új parlament, és sajnos szomorúan vettem tudomásul, hogy ezúttal is nagyon kevés a nő, a női képviselő, lett viszont egy női köztársasági elnökünk. Kunhalmi Ágnes a vendégem, szocialista képviselő, társelnöke a pártnak. Mi a véleménye erről? Hol vannak a nők? Hát ez egy visszatérő kérdés már évtizedek óta. Sajnos Magyarországon a közéletben általában azt látom, hogy nagyon kevés nő van, a politikában meg rémisztően kevés. Nem volt mindig annyira kevés, mint most, de ezügyben lassabban fejlődik az ország, mint ahogy én mondjuk szeretném. Nem véletlen, hogy anno az MSZP bevezette a női kvótát, elsőként a pártok között, pont azért, mert a jóléti államokból lestük ezt a technikát, hogy legyen egy kvóta, és aztán van olyan ország, ahol ezt a kvótát már ki is vezették, mert olyan természetessé vált, hogy a politikában 50%-a nő a vezetőknek és a képviselőknek, hogy ez olyan természetessé vált a társadalomban, hogy bátran megválasztanak női miniszterelnököt, női miniszterek sokasága van, női képviselők sokasága van. Magyarország ebben nagyon le van maradva, pedig szerintem jót tenne az országnak, ugyanis a nők nagyon sokféle szempontot be tudnak hozni. És itt nem a magatartásukra gondolok elsősorban, hogy egyik kompromisszumkész, mert vannak nagyon kompromisszumkész férfiak is, de mégiscsak a nőknek vannak olyan szempontrendszerei a társadalom egészével, vagy a családokkal kapcsolatban, ami szerintem fontos lenne, hogy jobban megjelenjen a politikában. Nagyon visszatartja a nőket Magyarországon a szerepvállalástól, kimondottan a politikai szerepvállalástól, hát egyrészt a nagyon megosztott közélet. Ennyire megosztott a magyar társadalom a rendszerváltás óta sose volt. Tehát ha valaki jobboldali, az alig áll szóba, a baloldalival is nincsenek, vagy talán már nincsenek is nemzeti minimumjaink. Ami szintén tragédia, és egy nagyon, nagyon magába forduló görcsös társadalom képét vesztíti előre. A nők, akár a politikában, ha csak a saját közegemet figyelem, inkább önkormányzati képviselői szinten. Tehát ugye a nőkre hárul a család, leginkább a családnak a fenntartása, a menedzselése, a gyerekek menedzselése, a háztartási vitele, és hát ugye kétkeresős családmodell van Magyarországon, sőt így is, ilyen kétkeresős családmodell mellett is a dolgozói szegénység nagyon erőteljesen még mindig jelen van az országban, tehát ez azt jelenti, hogy a nők dolgoznak is egyszerre, és a háztartás és a családást is menedzselik. Ebben nem férnek bele olyan munkakörök, ahol valóban rettentő sok döntést kell meghozni, sok idejét, vagy több idejét venni el a nőknek. Tehát ez is oka annak, és hát a pártokban a női megjelenés, mert a pártokon keresztül jutunk ugye a parlamentbe, ott is nagyon kevés. Már a jelöltek között, így az van, országgyűlési képviselői jelöltek pontosan között is nagyon kevés, igen, volt. Félnek a nők? Vagy inkább a stabilitást választják? Egyértelműen, ha valakinek gyermeke születik, az egyértelműen a stabilitást választja, vagy az előtérbe kerül. Akkor már nem csak önmagadért felelsz, vagy a pároddal együtt, ha még nincs gyereketek, csak magatokért. Ahogy megjön egy gyermek, netán kettő vagy három, abban a pillanatban az a fontos, hogy velük mi lesz. Sokszor az emberek föl is adják egy kicsit önmagukat, és már azért dolgoznak, azért élnek. Értelemszerűen sokaknak értelmet ad a gyerek, úgy gondolkodnak róla, hogy értelmet ad a gyerek az életüknek, hogy az a fontos. Tehát nyilván háttérbe szorul nagyon sok olyan dolog, az önmegvalósításnak, az exhibicionizmusnak, a saját kreativitásnak a kiélése, a saját karriervágy, az háttérbe szorul ilyenkor, és hát olyan társadalmi modell sincs igazából, sőt az elmúlt években még kevésbé, bár a családi támogatások rendszere megjött, de mégsem azt segíti, vagy hogy a Fidesz próbál ezen a családi támogatásokkal segíteni, de azt viszont nem teszi meg, hogy azok az állami rendszerek, mint a koragyermekkori nevelő, a bölcsőde, az óvoda, a védőnői hálózat, az iskola, ezek mind-mind abba segítsék, hogy a gyerekeket fel is kell nevelni. Tehát ahhoz folyamatosan pénz kell. Tehát nem csak arra kell például koncentrálni, hogy a kívánt gyerekek megszülessenek, hanem arra is, hogy ezeket a gyerekeknek diplomát kell adni, szakmát kell adni a kezükbe. És csak hogy az iskolát említettem, iszonyatosan növekszik azon
szülőknek a száma, és azon összegek száma is, amit külön órákra fordítanak, mert az állami iskola rendszer egyre kevésbé képes felkészíteni a gyerekeket egyébként, mert olyan szinten tönkrevágta az állami oktatást, a Fidesz, a közoktatást és a szakképzést is sajnos, hogy aki többet és jobbat akar a gyerekének, az vagy elkénytelen mondjuk egyháziskolába vinni, mert oda nem vonatkoznak megszorító szabályok egy jelentős részben, vagy magánintézménybe vinni, vagy ha marad is az államiba, ilyen-olyan különórákat finanszírozni, nyelvórát, informatikát, de már sokszor a matematika, történelem, és minden egyebet, hogy az érettségig eljutassák a gyerekeket. Ezek napi szintű problémák, és ezekhez mind pénz kell, és munkahely kell, tehát a nők jelentős része nyilván egy idő után eldönti, hogy önmaga lesz fontosabb, vagy a gyermeke, de nem kellene, hogy döntsenek, hanem hogy meg tudják valósítani mindkettőt. Ez lenne az ideális. Éppen az egészségügy és az oktatás az ön két szakterülete. Hát inkább az oktatás. Oktatás. Mind a két területen nagyon sok nő dolgozik. Igen. Az új köztársasági elnök első dolga között volt, hogy aláírta a sztrájkjog megvonását. Igen, ez rettentően szomorú, mert azt hiszem, én azt nyilatkoztam, amikor őt megválasztották, hogy bár ő még a beiktatási beszédében is a fideszes politikusoknak köszönt meg mindent. Tehát ő, az ő karrierje nekik köszönhető. Ezt nem is titkolja egyébként. Viszonylag fiatal hölgyről beszélünk, Novák Katalin személyében, de adjuk meg neki a lehetőséget, hogy olyan köztársasági elnök lesz, amit mondott, hogy mindenkit képviselni fog. Hát úgy látom, hogy nem mindenkit képvisel. És például igen, a pedagógusokat, ahol igen, egyébként túlnyomó részt nők dolgoznak, elvenni a sztrájk jogát, és ennyire bekorlátozni, minden szakmának valamilyen típusú sztrájkhoz joga van. Itt a gyakorlatilag ellehetetlenítették, és nagyon szomorú vagyok. Hát nyilván ő továbbra megszólal Európa ebben az ügyben? Tehát az uniós vezetők véleményezhetik, hogy vagy kötelezettségszegési eljárás is indulhat esetleg? A sztrájkjog megvonása az... Az egy, ez egy alapjog, alapjognak a sztrájk az alapjog, kötelezettségszegési eljárás szerintem nem fog menni. Itt azt tudják csinálni, akkor tud ebben megszólalni egy nemzetközi törvényszék, hogyha kimerítünk minden belső hazai jogorvoslati lehetőséget. Nem véletlen, hogy kezdeményezte az MSZP a sztrájk törvénnyel kapcsolatban alkotmánybírósági normakontrolt. Ehhez 50 képviselőre van szükség. Várom a többi frakciónak a visszajelzését, az ellenzéki frakcióknak természetesen a visszajelzését ez ügyben. És hogy hát az alkotmánybíróság, nincs kétségem, hogy a Fidesznek kedvező döntést fog hozni, hiszen oly számtalan ügyben ezt meg is tette, mert az összetételén a Fidesz nagyon sokat változtatott az elmúlt 10-12 évben. De hogyha ezt meg tudjuk csinálni, akkor tudunk egyéb nyugati jogorvoslati forrásokhoz elindulni, de ezt le kell zongoráznunk. Elég kilátástalan egy pedagógus helyzetem a Magyarországon, azt gondolom. Hát nem véletlen, hogy a pályát rettentően sokan hagyják el. Egyrészt van egy nagyon nagy előregedés, az átlag életkor nagyon gyorsan növekszik. A másik pedig az, hogy nagyon kevesen választják ezt a pályát. Harmadrészt tényleg olyan körülmények között kell dolgozniuk, amely eltaszítja a pályáról. Tehát azt a gárdát is, akik egyébként szeretik a szakmájukat, és nagyon régóta benne vannak. Itt, amit lehetne tenni azonnal a kormánynak, egy nagyon drasztikus béremelés, azonnali minimum 50%-os, és utána minden évben a ciklus végéig ezt még növelni. Ez megállíthatná talán egy pillanatra az elvándorlást, de csak egy pillanatra, amíg át nem alakítjuk legalább normális az oktatást, hogy ne egy ilyen központosított, egyen tankönyves világ legyen. A másik lépés a béremelésen túl az a nyugdíjas pedagógusoknak a visszafoglalkoztatása, hogy ne kelljen választani a nyugdíj és a pedagógus bér között, hanem mind a kettőt kapja meg, mert rettentő sok olyan nyugdíjas pedagógus van, akik erősek, nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, tehát fizikailag, szellemileg, erejük teljében vannak, nagy tapasztalattal, és még tanítanának 5-10 évig is akár, ha az egészségük engedi.
Tehát ez, és a harmadik, főleg a vidéki pedagógusoknál kellene egy nagyon erős juttatási rendszer. De országosan is, például kulturális intézményekbe való ingyenbelépés, az utazási kedvezmények kibővítése. Nagyon fontos lenne a benzinpénz behozatal a vidéken, a bérlakás, szolgálati lakásnak a bevezetése vidéken, hogy ezt az önkormányzatokon keresztül biztosítani lehessen, hogy megtartsa vidéken a pedagógusokat, hogy ne kelljen nekik máshova elmenni dolgozni, hanem tudjanak a hivatásuknak élni. Tehát ez a három olyan intézkedés van, amit azonnal be kéne vezetni, mert lehet, hogy a Fidesz egy nagyon erős elitképzésnek, egy társadalom szemléletének a keresztény konzervatív átformálására használja tudatosan az oktatás ügyét, tehát a politikai, hatalompolitikai célként használja, de most már lassan nem lesz ki tanítson, hogyha ezeket a lépéseket nem teszi meg. Van egy szomszédasszonyom, magyar történelem tanárnő, egyedül él, 2-3 éve van a nyugdíjig, és közben vidéken ápolja az édesanyját, egy faluban élő hölgyet, asszonyt, és ez még a választások előtt volt, és hazament azzal, hogy tüntettek, sztrájkoltak az iskolában. És az anya megrémült, hogy ezt el nem meséld a faluba. Igen. Tehát, hogy a borzasztó nagy a különbség vidék és Budapest között. Igen, ez így tehát, van. De tájékozottságban, meg aztán de pláne. Vidéken nagyon erőteljesen érződik, hogy függőségi viszonyok millióit hozta létre a Fidesz. Ez egy állampárti rendszer, ahol viszonylag egy kis taglétszámú párt, mint a Fidesz, az egész államot a kétharmaddal maga alá gyűrte, tehát az egész államigazgatást és közigazgatást. Minél kisebb településen él valaki, annál inkább kevésbé tudja kikerülni ezeket a függőségi viszonyokat, vagy önkormányzati alkalmazott, vagy közmunkás, vagy a helyi oligarchának valamilyen beszállító vállalkozója, és ez tulajdonképpen behálózza az egész rendszert, mindenkinek van valamilyen függőség ettől a rendszertől. Ez bénultságot okoz, félelmeket is okoz, nem nagyon mennek. Az, hogy mennyire tájékozottak, nyilván az, hogy a Kossuth Rádiót hallgatják nagyon sokan, az milliós hallgatottsága van még mai napig is, ha jól tudom. Igen. Az interneten keresztül azért már sok mindent elérnek az emberek, sokkal inkább látom a napi egzisztenciális kiszolgáltatottságot. Igen. Én a családoknál és az embereknél ennek a kormánynak, és ez sajnos most már nagyvárosokban is megjelent. Tehát, hogy Budapest még ebből a szempontból több lehetőséget nyújt, de azért ez a rendszer most arra, kezd kiteljesedni, vagy kiteljesedik. Pont a választások előtt volt olyan pekes, és kórházba került, mert Covidot kapott a képviselő. Januárban pontosan. Igen. Ott mit tapasztalt? Hát igazából nem tudtam arra figyelni, hogy mi történik körülöttem, mert annyira olyan fájdalmaim voltak, hogy rettentő sok fájdalomcsillapítót kaptam. A hátamon volt egy izomgyulladás, amiben belekapaszkodott a Covid, ez utólag derült ki, akkor nem lehetett, és ez okozott nagyon mély légszomjat, és nem lehetett tudni, hogy akkor most ez tüdő probléma, bár még egy post-Covid vizsgálatra el fogok menni, hogy a tüdőbe maradt-e bármi, vagy egyáltalán rámente, de ahogy a doktornő nekem akkor elmondta, ha az emberben van egyfajta gyulladás vagy probléma, és kap egy Covidot, akkor az hajlamos megtalálni a gyenge pontját a szervezetnek, tehát én akkor olyan rosszul voltam, hogy egész egyszerűen nem tudtam arra figyelni, de amikor jöttem el, akkor egy vagy két nővérrel beszélgettem, és nagyon szomorú, természetesen hölgyek voltak, és mondták, hogy rettentően le vannak terhelve, ki vannak égve, kapnak pszichológiai segítséget természetesen, de hogy egész egyszerűen olyan szintű a leterheltség az egészségügyben, pszichésen is, fizikálisan is, szellemileg is, mindenhogyan, a pedagógusoknak is hasonló egyébként. Gyerekekkel csak ott szerintem nem gyerekekkel, kapnak pszichés segítséget. Ez a döntő probléma. A gyerekek sem kapnak egyébként az oktatási rendszerben, a pedagógusok sem kapnak, sőt minden elvárás rájuk zúdul, a szülők részéről is, az állam részéről is. Visszatérve az egészségügyben elmondta a hölgy, hogy több helyen kell dolgozni, hogy megéljen, amit csak bír elvállal, mert hitele van, de hát a legnagyobb, amivel akkor aktuálisan éppen nehezen viselt el, hogy olyanokat kell meggyógyítaniuk, akik nem akarják, hogy meggyógyítsák őket, mert nem is hisznek a Covid-ban.
Tehát az volt a számára a legfájdalmasabb, hogy az életükért küzdenek az embereknek, mindent megtesznek, közben azt kiabálják rájuk, hogy hagyjatok békén, nincs ez a COVID, ti is tudjátok. És kimutatja a teszt, és megmutatják, nem engedik, hogy sok ember hogy lélegeztetőgépre tegyük. Tehát a napi küzdelmek is ebbe belejátszanak még. Tehát tényleg emberfeletti az, amit az egészségügyben lévők csinálnak, sokszor tényleg nagyon nehéz körülmények között. Pont ez a két terület, tehát az oktatás és az egészségügy, ön szerint, ahol sürgős segítségre van szükség? Igen, mindig is nehezen bírtak ezzel a kormányok, ezt azért kell mondani. De nem mindegy az, hogy ki hol mennyi bért emel, mert például az orvosoknak a COVID miatt muszáj volt, meg iszonyat orvoshiány van az országban. Tehát gyerekek ezrei vannak bizonyos területeken, meg ellátatlan emberek, házi orvosok, gyermekorvosi ellátás nélkül például, nem egy helyen és nem egy területen az országban. Igen. Itt is például egy koncentrált, nagyfokú szolgálati lakás, egyéb benzinkedvezmény, tehát egy olyan csomagot kéne a kormánynak, a praxispénz, tehát nagyon sok mindent kellene ahhoz tennie, de az egészségügy és az oktatásban nem hisz Orbán. Maga is azt mondta, hogy ezek a területek megoldhatatlanok. Döcögjenek el, és hogyha majd válság van, akkor majd oda oltogatjuk egy kicsit befelé a pénzt, vagy valamit, hogyha nagy baj van. Most meg aztán ugye a rendészeti terület alá kerül, tehát a belügyminiszterhoz került ez az egész terület, mindkét terület tulajdonképpen az erőforrások hiányát a rend fenntartással és fegyelemmel akarják pótolni, meg egyfajta megfélemlítéssel értelemszerűen. De például az orvosok kaptak tehát bért, de az egészségügyi szakdolgozók nem kaptak. Márpedig nincs orvosi munka kórházban, meg egészségügyi intézményben a védőnők és az ápolók nélkül. Tehát és akkor a szociális gondozásról már ne is beszéljünk, hogy hány idős ember van magányosan egyedül, mert nincs egyáltalán annyi. Igen. Igen, tehát a szociális területen dolgozókat tényleg nagyon meg kellene becsülni, főleg azért is, mert az állam nem épít ki, vagy visszaépített ahhoz képest is, ami a rendszerváltás után kiépült, olyan intézményrendszereket, amit az emberek pótolnak, az ápolás, az otthonápolás, az időseknek, a betegeknek az ápolása, ezek mind-mind az államnak kötelessége lenne erre intézményeket fenntartani, sokkal többet, mint amennyi most van, meg amilyen színvonalon ezek vannak. Tisztelet a kivételnek. Most jön a nyár, a pihenés ideje, az újrakezdés, az energiagyűjtés ideje, aztán jön az ősz, megint neki ugrik a munkának a parlament, és hát nyilván a pártok is. Ősze lesz a szocialisták tisztújítása. Igen. Ön az egyik társelnök. Igen. Mit tervez? Most azt kérdezi, hogy elindulok-e újra társadalmi. Például ilyen. Igen, gondoltam. Nem fogom elmondani még, mert én a tagság és a pártnak akarom ezt bejelenteni, nem a televízióban és nem a nyilvánosság előtt. Nyilvánvalóan a felelősségemet érzem. Ezt a társelnöki rendszert szerintem jó, hogy bevezette az MSZP. Az, hogy én elindulok-e és csinálom-e tovább, arról fogok majd nyilatkozni, de a pihenésre visszatérve nem pihenek a nyáron. Tehát járom az országot, nagyon sokan kérik, hogy menjek, és mondjam el, hogy mi történt a választások alatt. Több helyen is megjelent az a kritika, amit én elmondtam az egész kampánnyal kapcsolatban, a hat pártot illetően is, a miniszterelnök jelöltet illetően is, mert ezt nem csak a Fidesz nyerte meg, hanem mi is rontottunk el dolgokat. Az, hogy mi több mint 750 ezer szavazót elvesztettünk, ennek azért oka van. És nyilván nem lehet csak a háborúra fogni, a kétharmad az egyértelműen azért történt, de szerintem erre egy rossz választ adtunk. Bizonyos kérdéseket nem ismertünk fel időben, és nem voltunk talán olyan egységesek, vagy nem volt mindenki érdekelt az egységben. Ez most huszadrangú dolog a választók szempontjából, de technikai értelemben, ha nem történik meg az összefogás, ezt a 2 millió szavazót se tudja maga mellett az ellenzék. Tehát még kevesebb lett volna. Újhelyi István, aki most európai parlamenti képviselő, egy reformtervvel állt elő. Mit gondol, talajt fog ez a reform elképzelés a pártban? Vagy ez ki fog derülni, most van erről egy élénk vita. Két elemből áll ez. Az egyik Istvánnak az egyik eleme, hogy
Valamilyen módon a branden változtatni kellene, az MSZP nevén is változtatni kellene, és a szegfűn is változtatni kellene. A másik eleme pedig egy hosszabb távú építkezés, tehát is egy mozgalmat létrehozni a párt helyett vagy mellett, erről megy most a vita. A másik pedig egy tartalmi kérdés, amelyről szintén beszél István is, hogy változtatni kell azon például, hogy a megszorító csomagokhoz való újra és újra visszatérés az ellenzéknek, azt nem szabad támogatni, hanem egy karakteresen baloldali gazdaságpolitikát kell folytatni, amely segít az embereknek. Ebből a szempontból mi nem is tudjuk az extra, és nem is akarjuk az extra profitnak a megadóztatását. Általában egy több kulcsos adórendszerben gondolkodik a baloldal. Az más kérdés, hogyha az Európai Uniótól Orbán le tudná hívni a pénzt, mert belépnénk az Európai Uniós ügyészségbe, akkor ma ez a rezsimentő csomagra nem lenne szükség. És természetesen van. Mi is meg akarjuk tartani a rezsicsökkentést, a 13. havit is, sőt, a Svájc indexálás a nyugdíjasoknál, hogy megőrizze az értékét, sőt folyamatosan növelje az értékét a nyugdíjaknak, azt is vissza lehetne vezetni, hogyha jönne az unióból segítség, mert a nemzeti költségvetésben át tudnánk csoportosítani, például pedagógus bérre, egészségügy dolgozók bérére, nyugdíjemelésre, miközben meg tudjuk tartani egyébként a rezsicsökkentést és a 13. havit is. Ezek nagyon kemény jóléti intézkedések, sokan ebben az országban nem értenek ezzel egyet, mint például nagyon sok olyan közgazdász, aki a költségvetési egyensúly és a fiskális szempontokat fontosabbnak tartja, mint az, hogy egy válságos időszakban az embereknek védelmet nyújtsunk. Mi ezzel nem értünk egyet, csak azért beszélek erről ilyen részletesen, mert ez az a tartalmi keret, amelyben nekünk is változtatnunk kell MSZP-seknek, tehát a létbiztonságot kell a zászlóra tűzni a következő évtizedben a szocialista pártnak, és ebben a tartalmi kérdésben van egy jó egyesség köztünk Újhelyivel és a párttal, de hogy ehhez kell-e majd névváltoztatás, kell-e a szegfű kicserélése, hogy a régi szavazóbázist hogyan tudjuk összekapcsolni új baloldali zöld fiatalokkal, ez az az úti terv, hogy ezt jól meg tudjuk együtt alkotni, és itt a párt egészére gondolok, és a baloldali hazai baloldal közösségére. Na, az egy jó kérdés, ebben egy nagyon jó és friss vita zajlik a pártban, de ennek a válaszadására készülünk szeptemberi tisztújításon. Tehát István jól irányba indult el, de hogy ennek mi lesz a vége, ez most zajlik. Azt mondta, hogy nyáron nem sokat pihen, hanem járja az országot. Igen. Na, ide kapcsolódik az utolsó kérdésem. Amikor valaki azt mondja, hogy itt volt a Kunhalmi Ágnes, és mindig mindenki azt mondja, hogy ön a legelegánsabb képviselő az egész parlamentben, és minden a frizurája, a ruhája mindig kifogástalan, és azt tükrözi, amit mondani akar, amit képvisel. Hát egyrészt köszönöm, ezt bóknak veszem, és jól esik, hogyha ilyeneket... Van, aki trenírozza a képviselőket? Nem, én nem tudok róla. Volt régebben Görögi Bolya, aki a mi kormányaink alatt segített. Itt is volt vendégünk, igen. Igen. Ő egy rendkívüli személyiség, egy nagyon önazonos ember. A személyisége, a viselkedése, a mondandója nagyon kerek, ezért tudott szerintem sok politikusnak is segíteni. A politika az egy szakma. Szerintem meg kell tisztelni a választókat azzal, hogy az ember a legapróbb településre is elmegy, akkor is úgy néz ki, hogy őket meg... Egyrészt én így érzem jól magam. Tehát, hogy azért nyilván én is önazonos vagyok, mert abban vagyok, amiben jól érzem magam, de szerintem fontos az, hogy szépen öltözzön fel az ember, és tisztelje meg a választókat. Egy közszereplőnek ez szerintem minimális elvárás. Én soha nem nézek le senkit, aki mondjuk egy farmerbe és egy ingbe megy el egy stúdióba, sőt, én is szoktam farmer inget hordani. Azt is lehet elegánsan hordani. Sokféleképpen lehet, ez Görögi Bolya is mondta, elegánsnak lenni. Tehát a divat nagyon sok mindent megenged. Én ilyen vagyok, én látok több elegáns nőt is rajtam kívül a parlamentben, a női képviselők. Szerénykedik. Nem, valóban látok, és szerintem fontos, hogy egy mintát is adjunk mi. Kevesen vagyunk női képviselők. Engem például nagyon sok tizenéves lány keres meg, hogy a közszereplés érdekelni, hogy a közélet érdekli. Nem biztos, hogy a politika feltétlenül, de már látom, hogy szeretnének
ezek a lányok az egyetemen a hallgatói önkormányzatban szerepet vállalni, vagy a helyi sportegyesületben, vagy más egyéb kulturális, vagy más társadalmi dolgokkal foglalkozó, vagy célokkal foglalkozó civil szervezetben részt venni. Van, akit kimondottan a politika is érdekel, ha helyi közélet, vagy önkormányzati képviselő, mert a helyi ügyek lokálpatriótaként a városának, a falujának szeretne segíteni. Ezeket a lányokat én nagyon szeretném segíteni, egyébként az idősebb hölgyeket is, sok civil szervezetben lévő hölgy tag keres meg tanácsot kérni, és én nekem nagyon motoszkál a fejemben, független attól, hogy pártelnöknek elindulok, vagy sem, vagy mi lesz az én MSZP-s karrierem, vagy országgyűlési karrierem. Nagyon fontosnak tartanék egy női vezetőképzőt elindítani, és nagyon motoszkál a fejembe, hogy én ebbe belevágok. Nem női érdekképviseletről beszélek, hanem egy olyan helyről, ahol tehetséges fiatalok és kevésbé fiatal hölgyek, nagyvárosi és vidéki hölgyek, már szerepben lévők és még csak szerep előtt állók, kapjanak olyan képzést, ami felkészít őket, vagy ki tud derülni, hogy alkalmas-e valaki erre, vagy sem. Senki nem az anyja hasába tanul meg politikusnak lenni, senki nem az anyja hasába tanul meg közszereplővé válni, iskolaigazgatóvá válni, pártpolitizálásra sem, tehát, vagy egy civil szervezet vezetője. Tanulni kell. Ez egy tanulás, egy szocializáció, engem szocializált a közélet, és természetesen az MSZP, hát hiszen ott szocializálódtam, tehát nagyon motoszkál a fejemben, hogy a nőtársaimat pont azért, amivel kezdte ön is a beszélgetés, hogy rémisztően kevés a női közszereplő, kevés a női politikus, hogy segítsük ezt a folyamatot. Tehát 40 éves leszek évvégén, hát ha megélném még azt, hogy az általam segített, vagy nevelt, vagy támogatott fiatalokból később vezető baloldali politikusok lesznek, akár kormányon, vagy vezető civil szervezetek lesznek, vagy iskolaigazgatók, vagy kórházigazgatók, vagy jobban rákapnak a hölgyek, és az önbizalmuk megjön ahhoz, hogy igenis képesek ezt csinálni. Nagyon szépen köszönöm, ehhez sok sikert kívánok, köszönöm. Előre is boldog születésnapot, de remélem addig még találkozunk. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, önök a Hölgy Válasz című műsort látták, remélem legközelebb is velünk tartanak, hiszen tudják, a hölgyeknek mindenre van egy jó válasza. Viszontlátásra!